hazai pályán játszunk. Itt vagyunk a Mandiner második kerekasztal beszélgetésén, amely a kulturális adok-kapok címet viseli. Szó lesz az új színháztörvényről, a nemzeti alaptantervről, arról, hogy vajon lehet-e értéksemleges az oktatás, avagy hősök voltak-e az egri várvédők. 15 ember nemet mondott a meghívásra, mégis igent. Mi volt az oka ennek? Én elsőre igen mondtam a meghívásra, és voltak olyan baliberális, amit megtudtam a szervezőktől, értelmiségek, akik nem voltak hajlandók eljönni egy Mandiner által szervezett kulturpolitikai fórumra. Én még LMP-s képviselő koromban láttam azt, hogy hogy menekülnek politikusok, mármint a képviselők a kamera elől, és akkor határoztam el, hogyha engem valóban meghívnak, akkor elmegyek. Nem válogatok, mindenhova elmegyek szívesen. Lehet-e azt mondani az egri várvédőkre, hogy hősök voltak, vagy azt rá kell bízni a hallgatóra, és majd ő, vagy a diákra, és majd ő eldönti? Tehát az értéksemleges oktatás ugye a kérdés. Nem vagyok hívva az értéksemleges irodalom és történelem oktatásnak. Annak sem, hogy majd a gyereket maguktól megválasztják a nemüket, meg megválasztják hogy eldöntik magukban, hogy mi érték és mi nem. Értékre az embert nevelik, orientálják. Ahogy az ízlést is formálja az ember a gyerekeinél, és a mi ízlésünket is formálták a mi szüleink. Ez egy teljesen normális és természetes dolog. Úgy hívják egyébként, hogy szocializáció például. A történelem tanulásának a feladata az, hogy identitást képezzen. Az a szeretetnek az identitás a lényege. Tehát, hogy egy tartozó valahova. Egy csapathoz tartozol egy városrészhez, tartozol egy utcához, tartozol egy faluhoz, a falunak az alvégéhez, a felvégéhez, és tartozol egy hazához, tartozol Európához, és így tovább. Tehát, hogyha te neked van egy európai identitásod, vagy egy faluvégi identitásod, akkor neked már jó, akkor nem lesz egy gyökértel, nem mindegy, akkor nem lesz neked mindegy, hogy hol élsz, illetve hogyha máshol élsz, akkor is lesz egy honvágyad valahová, és ez nagyon szép dolog, mert ez tényleg mély, leviszi az ember gyökereit az altalajban. Oktatok fasiszta írókat, ugye mondták ezt most sokan, Vass Albert és Nyíró József kapcsán. Mit mondhatnék erre? Tehát, én azt gondolom, hogy nincsenek olyan életutak és életművek, amelyek teljesen egyenesek, és amelyeken lehetne foltot találni, és amivel nem lehetne vitatkozni. Hát emlékszünk arra, amikor Heller Ágnesék, az egyébként kiváló filozófus nő, és az ő szellemi köre, ha jól emlékszem, a 70-es években az irodalomoktatásból ki akarta gyakorlatilag írtani Kosztolányi Dezsőt az antiszemita publicisztikája miatt. Hát tény és való, hogy Kosztolánynak voltak antiszemita megnyilvánulásai. Mindezt a holokauszt előtt, tehát ugye az máshogyan értelmezendő, mint mondjuk, hogyha ma valaki úgy írna és úgy gondolkodna, mint a néhány írásából az Kosztolányinak kiderült. De ebből nem következik az, hogy Kosztolányi lenne a magyar irodalom egyik legnagyobb költője és regényírója. Kosztolányinak ott van a helye, a Kosztolányi könyvének ott van a helyük a polcainkon, és az ő irodalmi munkásságának ott van a helye az oktatási rendszerben. Ha tényszerűen nézzük, egyébként Vass Albert nem volt fasiszta, nem volt náci, még csak náci kollaboráns, nem volt nyilas, tehát nem azért álljon meg a fákes mellett. Nem volt háborús bűnös, amikkel megvádolják. Tehát ez egyik sem igaz. Tehát egyébként itt a mai vitában is említem, hogy ezek áll problémák, mert valójában az irodalom tanításnak az a nagy kérdése, hogy a következő nemzedékeket, meg az őket követő nemzedéket értő olvasó nemzedékét tudjuk-e formálni. Nekem is az a véleményem, hogy állítom, nyilván vannak érzékenységek, ezeket ott esetben tiszteletbe kell tartani, de egyáltalán annak nem ez a fő problémája, most a Nyíró benne van-e, vagy a Vas, vagy a Herceg, hanem az, hogy az oktatás, az irodalom oktatás az ilyen történeti elvű, és a gyerekeknek, 14-15-16 éves gyerekeknek olyan szövegeket kell értelmezniük, illetve olvasniuk, amivel biztos, hogy nem fogják megszeretni az irodalmat. Az olvasási szokásaink megváltozása, illetve a kultúrafogyasztási szokásaink megváltozása és a kommunikációs tér megváltozása. Az lenne a fontos, hogy a közoktatás segítsük meg olyan a digitális tartalmakkal, amelyek egyrészt azáltal hitelesek, hogy a közgyűjteményekből mennek, tehát szakemberek állapítják meg, és a tárgyleírásokat ők adják. Másfelől pedig az egész értékkészletünk ott van a közgyűjteményi szcénába bezárva. Kiszabadítanánk és rászabadítanánk a netere, tehát
struktúrát, formába hozzáférhetővé tenni, minőségi ugrás következne be az oktatásba, csak azáltal, hogy ezeket a tartalmakat használnák. Most létrehoztunk egy digitális bölcsészeti központot, ide bezárjuk a legjobb szakembereinket, akik értenek ez a kérdéshez, és akkor engedjük ki őket a szobából, hogyha egy értelmes cselekvési tervet tesznek be, hogy hogyan lehet ezeket a tartalmakat és a közgyűjteményben meglévő fejlesztéseket összehangoltan, struktúráltan, minél gyorsabban és hatékonyabban közzétenni. Tehát ugye ez folyamatban van.